Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a következő napon. Lefelé tartok a dombok közül. Nagyon jó sátorhelyen volt, rendkívül jól aludtam. A lényeg az, hogy az egész mai napomat, legalábbis a tervezését, a közelgő hidegfront alakítja. Ugyanis most még süt a nap, illetve hát egy kicsit azért ilyen szűrt fény van, mert felhősödés is megindult, meg a szél is eléggé fúj. De hogy délutánra már azért sokkal rosszabb lesz. Záporok, sőt zivatar is lehetséges. És az ilyesfajta terepbejárásoknak, különösen ilyen utakon azért nem kedvez az eső, illetve hát a nagy intenzitású eső sem. De egyelőre még bizakodó vagyok. Így a harmadik nap után egyébként is beterveztem azt, hogy lehet, hogy valami panziószerűség vagy ilyesmi lesz a szállás, hogy végre meg tudjak fürdeni. Ugye az ilyesfajta utakon való tekerésnek van még egy olyan velejárója, hogy az ember nem csak úgy szimplán úgy megizzad, meg koszos lesz, hanem úgy vastag rétegben fedi a por mindenét. Jó, hát ez van, nincs ezzel semmi probléma. És ahogy tegnap már mondtam, a következő területem talán annyira nem lesz érdekes, mint a dombok, de hát itt egyébként is volt már mindenféle. Nagy Kanizsától dél-délnyugat irányban húzódik. Dél-Zalai homokvidék a neve. Ilyen homokos területek is vannak meglepő módon errefelé. És az erdőség ilyen viszonylag homokosabb területen van. Hát arra felé megyek, most egy könnyed bevásárlást csapok, itt sormásom majd. És utána rögtön oda megyek, hogy minél hamarabb be tudjam járni a dolgot, mert délután még vissza kell mennem Nagykanizsától északra is, és hát az már lehet, hogy durvább lesz esőügyileg. A reggel az nagyon szép, még akkor is, hogyha fúj a szél, és kicsit hűvös a szél, meg kicsit felhősödik is, tehát nem ilyen rikító kék az ég. Azért nagyon jó kis tavaszi reggel, április közepi tavaszi reggel. Ma már nem lesz olyan hőség egyébként sem, mint tegnap, majd már inkább a kora nyarat idézte. Bevásároltam Sormáson, eltekertem Szepetnekre, és ott áttekertem a falun. Már kim vagyok a határban. A célom az az erdő ott, az a jó sötét sáv, amit tegnap a túloldalról mutattam meg este, amikor mentem Nagykanizsa, azaz Kiskanizsa felé. Látható, lassan virágzik a recce. Nagyon szép sárga lesz a határ sok helyen. Na most az a tervem, itt is voltam már tavaly, úgyhogy részben ismerem a helyet. De most az a tervem, hogy valahogy keresztben átmegyek azon az erdőségen. Úgyhogy olyan utakra is rátévedek, hát vagy nem tévedek rá, hanem találom meg. Én tavaly nem voltam. Úgyhogy megint érdekes lesz. Mint ahogy ez az út, ez is érdekes. De sokkal jobb, mint tavaly, mert tavaly egy halom sártenger volt. Ilyen úton megyek most, elég homokos, dél-zalai homokvidék, nem hiába ez a neve. Továbbra is fúj a szél, egyelőre még ilyen dél-nyugati irányból, majd amikor a front megérkezik, akkor átvált észak-észak-nyugatra. De egyébként nincs hideg, sőt, elég jó idő van.
Süt is a nap egyébként, így időnként erősebben, gyakrabban inkább így szűrten. Éppen ezt a jó kis vizenyős területet tanulmányozom, és közben belefutottam egy szép nagy erdei békába. Oda nézzetek, mekkora pocakja van. Erdei békák zöme már lerakta a petéjét. Most már egy kicsit máshol vagyok, de azt szeretném mutatni, hogy micsoda rejtő színe van ezeknek a jószágoknak. Néha még a gyakorlott szem sem veszi őket észre, könnyedén. Érdekes pozícióban ott, nem tudom, tornászik? Vagy csak igyekszik elbújni és nem megmozdulni. De a rejtő színében bízhat, az tuti. És ez a szép égeres, jó kis vizenyős terület. Egy közben az történt, hogy elerett az eső, amit csak erőteljesen délutánra vagy késő délutánra ígértek eredetileg, még fél 11 sincsen. Na de, hát ilyen ez a pop szakma, ahogy szokták mondani. Szóval aki így kijár erdőre, mezőre, az sosem bízhat az időjárásban. Az előrejelzésben meg pláne nem. Úgyhogy mindjárt előszedem az esőkabátomat, és újra tervezés is következik egyben. Na itt jó mélyen az erdőben találtam egy ilyen régi magára hagyott olajkutat ismét. Szemerkél az eső, de egyébként a nap is süt. Sajnos nem számítottam arra, hogy ilyen korán elkap az eső, de most ehhez kell alkalmazkodni. Igazából nem túl nagy intenzitású, de ahhoz, hogy az embert már így zavarja, ahhoz már épp elég. El is kellett, hogy nagyjából rakodnom mindent. Azért még az esőkabátot nem húztam föl, mert itt a lombok alatt annyira nem ér még. Meg elég meleg van, meglepő módon. Na most még ki kell jutnom erről a területről. Valahogy Bajcsa környékén fogok talán valahogy ezen az úton úgy kilukadni, de még nem tudom. Úgy tűnik, hogy kilukadok valahova, méghozzá az ott Bajcsa, és az is látszik, hogy a nap az nem bújt elám teljesen. Meg olyan fura volt, mert amikor bejöttem a területre, akkor még kimondottan sütött, még ilyen fürge gyíkok is sütkéreztek az út szélén, hát kicsit olyan bágyadtan ugyan, de hogy még semmi nem utalta arra, hogy ilyen gyorsan elromlana az idő. Most is szemerkél, de most abbajt az előbb jobban esett. De hát az út is még mindig nagyon száraz, csak ilyen pöttyök vannak rajta. Minden esetre hát találtam egy-két dolgot, és most visszamegyek Nagykanizsa irányába, mert még van dolgom. Folyamatosan szemmel tartom az időjárás, de az az érdekes, hogy továbbra is dél-délnyugati a széljárás és a front, ami majd hozza a záporokat, zivatarokat, az észak-észak-nyugat felől fog jönni, tehát mindig nem stimmel az irány. Be is értem a településre, de nem maradok sokat. Mondjuk lehet, hogy egy kávét megiszom, mert azt reggel sormáson szerettem volna, de nem jött össze.
és akkor utána felfrissülve folytatom az utat. Ismét Nagykanizsán. Meglátom, hogy hogyan lesz, most úgy azért neki eredt. Az út is egyre vizesebb. Hát, ez van. Na közben eltelt nem kis idő, majdnem egy nap, tegnap délután nem is filmeztem semmit Nagykanizsa után, mert úgyis a principális csatorna Mente környékére mentem vissza, és hát már nem akartam, hogy unalmas legyen, aztán egyébként ilyen egész érdekes helyeken voltam, ilyen tőzek, bánya, tavakat látogattam meg, és nagyon bánom is, hogy nem filmeztem, mert hogy azért voltak tényleg érdekességek, csak hát ugye az eső miatti kapkodás az gondoskodott arról, hogy a kamerákat mélyen eltegyem, aztán inkább csak siessek gyorsan, megcsináljam, amit kell. És hát végül is bőrigáztam, és az előzetes terveknek megfelelően panzióban aludtam. Ez a régi csárda és panzió. Nagyon jót, mármint a főépület itt van emögött. Végül is nagyon jót vacsoráztam, meg megszárítottam a dolgaimat. Úgyhogy most ez a helyzet, illetve tulajdonképpen az a helyzet még, hogy rettenetesen hideg van, nagyon sokat esett az eső, és ez a hidegfront még közben le is hűtött a levegőt. Hát most olyan 10 fok van körülbelül, szia kutyus! És hát most tervezgetek éppen merre tovább, hogyan tovább. Hüllőket nagyon nem fogok találni, de kétéltűeket, azokat találhatok a jó nedves fűben. Na, hát most egy ideig keveset filmezek megint, de azért ezt így megörökítettem. Ismét a dél-zalai homokvidéken vagyok. Kinéztem ilyen időben is, és igazam lett, nagyon sok kétéltű mozog a nedvesség miatt, az egész estés, éjszakás eső az meghozta az eredményét. Főleg erdei béka, amit most már így nem nagyon akartam mutogatni, tegnap is mutattam néhány szépet, de itt mutatok valamit, amit eddig nem mutattam. Neki is azért van rejtő színe. Ő a zöld varangy. Nagyon kedvelem ezt a kis jószágot. Meg is nézem közelebbről mindjárt. Az útviszonyok egyébként nem rosszak, annak ellenére, hogy esett. Ez egyébként is olyan homokos vidék, szóval nincs nagy sár. Sőt, lehet, hogy még most jobban is járható az út, mint amikor száraz volt. Most már megint kifelé tartok a területről. Érdemes volt ma is körbenézni így az eső után. És véget ért ez a mostani kör. Hát igazából még van egy terület hazafelé menet. Most megyek vissza lenti irányába Rédicsre. És egy kicsit más úton megyek, úgyhogy nyilvánvalóan ez is bele van tervezve a túrafilmbe. Szóval sok érdekeset fogok még ma mutatni, legalábbis remélem. Ismét Nagykanizsán, és szeretném nektek megmutatni, ez a testvérvárosok kútja itt Nagykanizsán. El lehet olvasni a keréken, milyen településekről is van szó. Például ugye Kovászna, Gleisdorf, Csáktornya, Bihács, Akkó, Izrael, Kazanlak, Bulgária. Szóval van bőven. Még fenyegető felhők jönnek megint. Csak nem megint megázom. Elhagyom megint Nagykanizsát észak felé. Nem akarok majd olyan helyeken filmezni, ahol már filmeztem meg, amiket már megmutattam. De egy kicsit másfelé fogok hazamenni, úgyhogy
van értelme kameráznom, mint ahogy azt mondtam is korábban. Az időjárás nem kényeztet el, az előbb volt egy ilyen pici zápor is. És most nagyon komoly ellenszelem van. Mert most északról fúj teljesen. Ismét itt vagyok a principális csatornánál. Attól a helytől kicsit északra, amit már mutattam korábban. Éppen most gondoltam, hogy a másik kamerát is előveszem, hogy még a kártyán lévő maradék helyet kihasználjam. De megint közelít egy jó kis felhő. Az látszik is már innen, hogy eső is lesz belőle. Ha sok nem is, de kevés mindenképpen, úgyhogy maradok az akciókamera mellett. Pedig az előbb már olyan szépen kisütött a nap, valami fél órát sütött. Na most megint átkelek ezen a völgyön. Gelséről Zalaszent Balázs felé megyek, és aztán visszafelé átkelek azokon a dombságokon, amiken idefelé jövet is. Csak más utakon fogok menni, hát lesz egy kis átfedés is, ott Báza keretjénél, de lesznek újdonságok. Közben elég komoly kis vihar támadt, fölerősödött a szél, ilyen viharos lökései vannak. Bejöttem ide a vadgesztenye falra, a feszülethez. Most várok egy kicsit, hogy elmúljon. Láthatók a zápor függönyök. De azért tovább indultam, bár még mindig esik. Az előbb megettem egy mákos bejglit, remélem nem túl mákos a fogam. Hát ilyen ez a szabadtéri munka. Egyszer esik, egyszer fúj, de még az is megesik, hogy süt a nap. Érdekes idő van. És akkor most felérek erre a kis dombhátra, ugye, ami a principális csatorna és a szélvíz között van. És mutatom, amennyire látszik ezen a kamerán, azért valamennyire biztos, hogy látszik. Ott van a következő dombvonulat. Azon keltem át idefelé jövet, ahol fönn aludtam. Csak az egy kicsit délebbre volt abban az irányban. Most egy másik úton kelek át. Itt vagyok mindjárt a dombok lábánál. Most már nem esik, elvonult az ápor. Ez itt Zalaszent Balázs előttem. Nem szoktam azért annyira szídni az embereket, de az ilyen idióták, amik nem lassítanak, amikor odaérnek az ember mellé, csak azért fröcsköljék le. Na az ilyeneket azért legalább megemlítem. Na akkor itt a falu, meg a 74-es főút. És én meg nem tudom pontosan merre kell menni, de mindjárt felfedezem. Szép kis falu ez. Meg is van, Börzönce. 300 méter múlva. Nagyszerű. Lekanyarodtam, és irány a hágó. A túloldalról már voltam, csak nem gurultam le ide a faluba, hanem ott a hegyvidéken kolbászoltam. De a túloldalról 12%-os tábla van. Úgyhogy az valószínűleg keményebb éppen emiatt, ha igazat mond, de mászás így is lesz.
közben eszembe jutott, hogy két hágó is lesz, mert most még ezen az elsőn keltem át Börzöncéhez, és utána lesz még egy. Nem fest jól az idő, és ahogy elnéztem az előbb egy kicsit ilyen kilátósabb helyről, ami jön, az sem ad okot a nyugalomra, de hát most ez van. Néha esnie is kell, csak ugye a tavalyi év után az ember elgondolkodik azon, hogy mi az, hogy néha. Legurultam a völgybe az első magaslatról. Ott majd kezdődik is rögtön a második. És ez itt Börzönce. Ebben a faluban még soha az életben nem voltam. Elég eldugott hely. Nagyon pici település. És nagyon nyugodt. Kezdődik a második hágó. Ott is van egy tábla. A betyár mindenit. Na ez meredek emelkedő. Igen, ez 15%-os. Úgyhogy meredekebb, mint a másik oldal. Jó is az. Hopp, ott van még egy tábla. Kíváncsi vagyok. Mutatom is a másik táblát. Ez is 15-ös. Hát ez egy egész kedves kis emelkedő. De látszik, hogy milyen nagy a mélység mögöttem. Ott látható a másik dombhát is, amin átkeltem. Hú, kemény. És akkor mutatom az igazi meglepetést. A harmadik 15-ös tábla. Lassan már csak véget ér. Nagyon jó emelkedő. Felpesdült a vérem tőle. És ilyen a kilátás. Nagyon komoly. Remélem ezen a kamerán is azért látszik valamennyi. Nagyon szép kilátás. Úgy tűnik, megtörtént az átkelés. Visszaváltottam a panára, mert a Sonyból is kezd kicsit fogyni az aksi. Lassan lemerül, aztán, hogyha még lesz valami esős szakasz, akkor szükségem lesz még néhány percre. Na de az a lényeg, hogy most éppen nem esik, még az emelkedő aljába csöpörgött egy kicsit. És akkor a túloldalnak a meredek része jön. 12-re emlékeztem, de ezek szerint 13. Gyönyörű az erdő. És néhány nap alatt is, ahogy itt most jöttem, a negyedik napja tart, sokat zöldült. Nap erőtlenül, de próbál kisütni. Nem lenne rossz, ha sikerülne neki összekapnia magát. De meredek. Itt a dombok mögött, hát persze azért néhány kilométerre innen, de itt a dombok mögött van oltárc, ahol odafelé keltem át a dombságon. Látszik, ilyen kékebb foltok jönnek errefelé. Ez Bucsuta, következő eldugott kis falucska.
Ez már Szent Liszló, itt balra fordulok majd ott az elágazásnál. Szóval ezen az úton most Szent Liszlóról Borsfáig megyek, és ott visszakapaszkodom Báza keretjére, és Báza keretjéről pedig egy másik úton hazafelé, másik úton, mint ahogy idejöttem. Most addig nem nagyon kapcsolom be akkor a kamerát, csak hogyha valami nagyon nagy érdekességet látok. Hát bár azt mondjuk látok én lépten nyomon, csak úgy értem valami újdonságot. Na mutatom megint. De megint áll. Az az érdekes, hogy én ezt még sose láttam úgy, hogy állt és nem mozgott. Hát kivéve néhány nappal ezelőtt. Sajnos pont a filmen nem tudtam megmutatni. Elhagytam Báza keretjét. Mutatom, itt van az emlékmű, a Budafa 2-es kút. Hú, de fúj a szél. Egyébként mindjárt itt van a következő esőfelhő. Szóval én onnan jöttem, idefelé jövet, és akkor most errefelé megyek vissza. Ez is a Dél-Zalai erdőtáj kerékpárút. Elborult az ég, de kegyetlenül már megint. Nagyon lóg az eső lába. Na, most kezdett el szemerkélni. Megint esik! A szél viharos! Úgy hiányzott ez, mint mókusnak az erdőtűz. Mint a vakonnak a rotációs kapa. Bár lehetséges, hogy megint elővehetem a másik kamerát. Egyelőre még a vízállóval filmezek. Páka. Lenti még egy 10-11 kilométer. Hát lehet, hogy annyi már nincs, mondjuk 9-10. Na most egy ilyen ragyogóan süt a nap. Persze ki tudja meddig. Hát most már egyébként se süt sokáig, mert már 7 óra. De ilyen eső szempontjából értettem. Még egy olyan 7-8 kilométer lenti most hagytam el Csömödért. Azért még menni kell egy keveset. Egy rövid kerékpárutas szakasz lenti Szombathelyen. Lenti Szombathely az már lenti része. Hát már mint közigazgatásilag, mert ugye egyébként lenti még egy kicsit távolabb van. Egész szép a naplemente, ez már lenti Szombathely felől lenti felé vezető kerékpárút. És akkor ismét átkelek a kerka fölött, ahogy néhány nappal ezelőtt. De most lentibe jutottam. Elhagytam
lent itt is, most már Rédics felé megyek néhány kilométer. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a filmben, bár most azért zárójelben megjegyzem, hogy lehet, hogy ebből nem is lesz film, csak nekem. Valójában nem a túrázás volt természetesen a fő célja ennek az egésznek, hiszen hát elég komoly dolgom volt. De a megtett táv azért mégis lehetővé tette azt, hogy sok érdekeset lássak, tapasztaljak. Néha egy kicsit tényleg túrázós volt a hangulat is, még akkor is, hogyha feszített volt a tempó. Hát érdekes helyeken mentem át. Ja, és hát ugye elég hosszú volt a táv ahhoz, hogy lássak, tapasztaljak, ugye mégis ez mit jelent. Első nap, ami már inkább csak fél nap volt, dél után indultam el, úgyhogy ezért mondom, az 65 km volt, második nap 72, tegnap már 95, ma pedig 116-nál vagyok. Szóval, ja, hát azért bőven. Most legalább nem esik, egy kicsit átírta a terveimet, többet szerettem volna megmutatni a mai napon ezekből a kis falvakból, de kicsit átírta a terveket ez a rossz idő. Na de se baj, több is veszett Mohácsnál. Ugye ennek a szabadtéri műfajnak ugye ez vele járója, szobabiciklizésnek. Nyilván nem, ott az esőtől annyira nem kell tartani, de az ilyesminek bizony azért ez vele járója. Remélem nem volt unalmas ez a néhány béka, meg egyéb, amit mutattam közben. Azt már csak saját örömöm miatt is fölvettem. Majd legfeljebb kivágom őket. Érdekes vidék ez a Dél-Zala. Remélem nem volt ilyen kusza összevisszaság. Egyszer egy domb, egyszer egy mocsár. Hát, ja, ez ilyen volt. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok, és mindenkinek jó tekerést kívánok! Sziasztok!